Ja azt pozdravim u ime Beogradskog gradskog odbora Saveza vojvođanskog železa, zahvaljujem vašem dolasku. Három évvel ezelőtt 21 taggal alakult meg a VMS belgrádi szervezete. Ma 160 tagot számlál, és március 1-től városi szervezetté nőtte ki magát. A fővárosban élő magyaroknak sokat jelent a szervezet létezése, működése. A barátkozás miatt, meg a magyar nyelv miatt, mert van egy ilyen hely, ahol bírunk találkozni, beszélgetni, és fönntartani a nyelvet, meg a magyar kultúrát. Különben is megkaptuk az állampolgárságot is, és akkor a fiaim is tudnak magyarul, és számunkra ez nagyon sokat jelent. Nagyon fontosnak tartom, hogy olyan célpontokat tűzött ki, amelyik egyetértenek az én célpontjaimmal, életlátásommal, látókörömmel, olyan, mint a nyelvművelődés, történelem, hanyobány és szokások. Az ünnepi ülésen beszámoltak arról, hogy eddig nagyszámú konferenciát, tribünt, kerekasztal beszélgetést rendeztek. Tartják a kapcsolatot az önkormányzati és az állami intézményekkel. És a legnagyobb eredménynek azt vallják, hogy az idén listát állítottak, és már készülnek a 2016-os önkormányzati választásokra. 2015-re is megvan a munkatervük, emelte ki Nebojša Marjanović, a VMS belgrádi szervezetének elnöke. Jačanje članstva, jačanje organizacije, otvaranje novih mesnih odbora, tako da prosto ovu našu unutrašnju strukturu organizacije učinimo još moćnijom i kvalitetnijom. Magyarország belgrádi nagykövetsége a nyelvtanulás és a pályázatírás terén tud segítséget nyújtani a szervezet tagságának, emelte ki Szerencsés János konzul. Különböző pályázatok léteznek Magyarországhoz, amihez hozzá lehet jutni szervezeteknek, tehát ennek a közvetítésében is tudnánk vállalni segítséget, és minden olyan a kérdésben, amiben megkeresnek minket, a legjobb szándékkal tudnánk segíteni. Az ünnepi fogadás díszvendége volt Pásztor Bálint, a párt parlamenti képviselője, aki dicsérő szavakkal köszöntötte a fővárosi szervezet tagságát. Örülünk annak, hogy Belgrádban is jelen vagyunk, hiszen azt gondoljuk, hogy egy országos pártnak a fővárosban is kell rendelkeznie szervezettel, nem mindenáron természetesen, de örülünk annak, hogy az emberek itt Belgrádban, magyarok is és szerbek is, mások is támogatják a pártnak a célkitűzéseit, szeretnének a célkitűzések elérésén tevékenykedni, vagy annak érdekében tevékenykedni. A VMS belgrádi szervezetének ünnepi fogadásán a tagok és a támogatók is kiemelték, fontos számukra a magyar-szerb kapcsolatok ápolása, akár csak a magyar értékek megőrzése. Zsíven,